Van egy megközelítés az életben, amitől megváltozik az életed. Üdvözöllek a Folyamat Podcastben, nevem Gürtler Gábor, és üdv a természetből egy csodálatos helyről. Séta Podcast. Egy picit sétálunk, ismét elhoztalak titeket az erdőbe, és egy kötetlen podcast epizódra lehet számítani. Örülök, hogy itt vagytok, bátran dőljetek hátra, és élvezzétek ezt a rövid kis epizódot, meglátjuk, hogy mennyi lesz. Többen írtatok, hogy mennyire jó volt az utóbbi adás is, aki még nem látta, érdemes megnézni, az Egyiptomban készült. És most egy rövid időre hazajöttem, aztán indulok is majd Prágába, ugyanis az Access Consciousness-nek lesz a globális alapozó tanfolyama, amit már, hát én nagyon várok. Ezt veszem észre, aki új esetleg, és ez az első epizód, amit hall, arról hadd meséljek, hogy azért nagyon szeretem önmagában például a testkezeléseit az Access-nek, mert ha például te szeretsz sokat gondolkodni, vagy sokszor agyalsz, túlaggódod a dolgokat, beleveszel a gondolataidba, akkor a testkezelés, például a bász kezelés, az képes kihozni belőle. Úgy beleengedheted magad egy relaxált állapotba, amiben a fejen található 32 pontjai vannak érintve. Kicsit hasonló, de egyáltalán nem ugyanaz, mint a kraniosakrális terápia. Aki csinálja, tudja, miről beszélek. Inkább úgy érdemes elképzelni az Access-t, mint egyfajta ilyen töredezettségmentesítést. A bász kezelésre gondolok itt. És abban az esetben, hogyha én most megfogadtam azt, erről lehet meséltem, de nem biztos, hogy itt, lehet valamelyik hangfolyamban az iskolában, lehet, hogy az átváltozás programban. A lényeg az, hogy most megfogadtam, hogy heti kettő. Tehát ha olyan ember vagy, aki ráadásul sokat agyal, és szeretné ezt megváltoztatni, mert nem jutott egy boldogabb élethez több év után sem, akkor én javaslom neked a bárskezelés, mert tényleg nagyon szuper. Úgyhogy én most valószínűleg fogok egy párat kapni, nagyon várom. Mindig azt érzem, hogy egy új ember vagyok, amikor kapok egyet. Ráadásul benne van ez az élmény, mert felmerülhet az, hogy jó, de mivel több ez, mint egy meditáció, vagy egy bármi más. Nem több. Jó, szóval én azért szeretem az Express-t, mert sosem mondja azt, hogy több. Nem támogatja a felsőbbrendűséget, mint oly sok spirituális világban vagy rétegben ezt látni, hogy én jogázok, vagy én meditálok, és akkor a másik nem teszi, és akkor én tudatosabb vagyok. Én nem hiszek ebben, hogy létezik ilyen. Mármint persze, lehetsz te tudatosabb másoknál, de ez nem egyenlő azzal, hogy te több vagy másoknál. Szóval milyen lenne inkább azt választani, hogy látod a másikban az ajándékot és az értéket. Lehet, hogy ő nem fog tudni vele mit kezdeni, de akkor is mit adhatnál a világnak és másoknak azzal, hogyha ezt választanád. Na és a testkezelésről még annyit, hogy azért szuper tényleg, mert egy közösségi program. Nem az van, hogy te ott magadnak elmeditálgatsz, ami jó. Tehát ma reggel én is meditáltam, ne értsetek félre, szeretem. Jó arra, meg például a jogában az ászana is jó arra, hogy egyedül haladj az úton. De például az ászanázásban nincs az meg, hogy a másik például hozzád ér. És most nem úgy kell érteni, hogy hozzád ér, hogy erotikusan, mert nem erről szól ez az egész egyáltalán, hanem inkább arról, hogy azokat a szociális alapokat, közösségi alapokat, amik régen például egy természeti törzsnél megvoltak, most ez a szó jut eszembe, hogy törődés. Ez így visszajön. Mert én azt látom, hogy ez így kikopott, pláne nyugaton, hogy így nem törődünk egymással. És a törődés az nem azt jelenti, hogy elviszed a másiknak a gundjait, vagy nem azt jelenti, hogy akkor, hogy is mondjam ezt, meg akarod menteni őt, egyáltalán nem. Senki nem áldozat, tehát nem tudsz senkit megmenteni. Sokkal inkább az, hogy figyelsz a másikra. És ezt én is gyakorlom, tehát a törődés az egy olyan dolog, amit én is gyakorlok. De azt látom, hogy elképesztően élvezem, amikor ezt választom. És ez szimplán csak egy testkezelésben. Vannak cserék, érdemes nézni a Facebook eventeket. Lehet majd én is fogok tartani ilyen cserenapokat. Szóval aki tud adni valamilyen kezelést, azoknak ez érdekes lehet. Az egy fantasztikus, amikor hasonló gondolkodású, mégis nagyon különböző emberek összejönnek, és akkor adunk egymásnak egy-egy kezelést. Hát
tényleg olyan, mintha teljesen megújulnál, úgyhogy nagyon-nagyon jó cucc. Remélem nem tévedtem itt el az erdőbe, de akkor mesélek egy picit arról, hogy mi ez a megközelítés, amit hogyha elkezdesz alkalmazni, választani, megváltozik az életed. Ez nagyon egyszerűen az, hogy amikor jön valami az életedbe, bármi, hogy ó, nehézségeim vannak a pénzzel, mint nézőpont, nagyon érdekes nézőpont, vagy hogy te már sosem lehetsz egészséges, sosem nézhetsz ki úgy, mint fiatalkorodban, stb. Stb. Nagyon sok nézőpont van. Tehát én saját magamon is látom, aki napi szinten használja az eszközöket, hogy mennyi ilyen nézőpont van, amivel próbálom csak azért korlátozni magam, hogy másokkal kapcsolatot tudjak kialakítani vagy fenntartani. Nem magad miatt táplálod ezeket a nézőpontokat, hanem azért, hogy másokkal beszélgetni tudj. Mert azzá, akivé te válnál, vagy amivé válnál, ott már a többiek, akik most tudnak veled kapcsolódni, ott már nem biztos, hogy tudnak. Mert más dolgok érdekelnek téged, máshogy reagálsz a világra, meg úgy az is megszűnik, hogy reagálsz a világra, inkább, hát, hogy is mondjam, ezt teremted a saját világodat, és akkor ebből jön létre valami, ami most van folyamatban, tehát azt látom, hogy egyébként elég átalakul most a világ, ha csak így ráhangolódom, hogy valami változás van, és azt érzem, hogy szuper irányba, akárki akármit mond. Tudjátok, én nem nézek több, mint 12 éve televíziót, és valahol ott történt még egy változás, amikor az ilyen hírportálok olvasását is abba hagytam, ez 19 évesen volt. És rájöttem arra, hogy nem, az információ forrás magam számára én vagyok. Tehát miért hallgassak másra? És hogyha most mondok valamit, bármi van, veszély van, érdemes valahová máshová menni, eddig is működött az éberségem, köszönöm szépen, ezután sem fogja valami más megmondani azt, hogy nekem mi működik, mert ezt én tudom, és ezt adnám oda neked is, hogy a te életedben, ez egy emlékeztető, hogy te vagy az, aki tudja, hogy mi működik neki, vagy neked. Jó, tehát akárki akármit mond, megtennéd azt, hogy tényleg magadat kérdezed meg, hogy oké, itt mi lehetséges még, és na itt kapcsolódik ez ahhoz, ami a mai témája ennek a podcast epizódnak, ami pedig az, hogy milyen lenne, nem... Tudjátok, van a számítógépen, meg úgy, amikor van egy asztali számítógép, van az egér. És mit csinál ez a világ, ha megnézed? A legtöbb ember azonnal balklikkel, jól mondom, igen, balklikkel, kétszer rákattint valamire, és akkor gyerünk, ugye? Én egy másik módot szeretnék itt hagyni. Milyen lenne az, hogyha nem bal klikkel kattintanál kétszer, hanem jobb klikkel, és ott bővítenéd azt, ami lehetséges. Még a jobb klikbe is jobb klikkelhetsz, és még abba is jobb klikkelhetsz, hogyha szeretnél. Szóval milyen lenne az, hogyha a világot most meg jobb klikkelnéd, és benne mindent, hogy valaki ezt mondta rólad? Jobb klik, oké, mi lehetséges még? A párkapcsolatodban jött egy nehézség? Oké, jobb klik, mi lehetséges még? A testeddel tapasztalsz nehézségeket? Jobb klik, mi lehetséges még? Ez számomra fantasztikus. Nem olyan rég hallottam ezt valahol, és annyira megtetszett, nem mondom, ezt meg kell osztanom veletek. Hát meg csodás természet. Tehát egyébként az a helyzet, ezt hadd osszam meg veletek. Itt vagyok ebben a csodában. Sokszor elfelejtjük azt, hogy mennyire hálásak lehetünk az életünkért, hogy itt vagyunk, béke van, tele vagyunk zölddel, csicseregnek a madarak, kimehetünk az utcára, és ennek egy másik dimenzióját tapasztaltam meg Dahabon, ahol voltam Egyiptomban, ahová egyébként vissza fogok majd menni, egyébként latolgatom azt, hogy kicsit hosszabb időre, és már az is felmerült bennem, hogy na milyen lenne ott egy tanfolyamos elvonulást tartani. Lenne kedvetek hozzá? Jönnétek? Majd írjátok meg, vagy írhattok akár a hellokukac.folyamat.com-ra is, hogyha érdekel, akkor szóljatok, mert szerintem egy ilyen 20 főnek simán tudunk helyet biztosítani kinn is. Na és ott tanulni, menni, barangolni, felfedezni, az tényleg elképesztő. Tényleg elképesztő. Az ételektől kezdve, fú, az emberek, környezet, természet, szóval tényleg fantasztikus.
És hogy, na azért ne felejtsük el azt, hogy milyen csoda az, ahol élünk. Nézzétek, most megyek egy kört, nehogy elszédüljetek. Múltkor lementem a Balatonhoz partra csobbanni, körülbelül egy 3 héttel ezelőtt. Még eléggé hűvös volt a víz. És nagyon érdekes volt az, hogy ott voltak a horgászok, és ott volt egy faszi, és akkor én nem igazán kérdeztem tőled semmit, de ő úgy mondta a maga monológiát. Mindannyian ezt csináljuk egyébként, mondjuk a magunk monológiát, amit persze képes vagy megválasztani. És akkor mindenféle dolgot mondott, és akkor jaj, hogy nem is tudom, miket mondott, háború, meg hogy szegénység, meg ilyen hülyeségeket mondott. Egy bizonyos nézőpontból nem hülyeség, tehát persze, ha azt akarod hinni, hogy ez van, és ezt el akarod kerülni, és ellenállni akarsz, csináld. Tehát a folyamat az nem erről szól. A folyamat arról szól, hogy az erődbe emeljen téged. Hogy indítsel egy olyan folyamatot, amivel te saját magadat az erődbe emeled. Na, és itt volt nagyon érdekes ez, hogy amikor olyan monológokat mondunk magunknak, ahol áldozatot játszunk, ahol csak azt erősítjük, hogy mi áldozatok vagyunk, mert hogy jaj, a világ, meg milyen rossz ez a hely. És mondtam neki, hogy csak ennyit mondtam neki, hogy körbe néztél? Látod, hogy mi vesz körbe téged? Itt horgászhatsz, nem basztad senki, tele vagy zölddel, lesz vacsorád, foghatsz halat, süt a nap, itt vagyok én. mi kell még? Nagyon-nagyon érdekes, hogy ez a legtöbb ember önként választja a vakságot, mert látni az igazságot, igen, az néha durva és kellemetlen, de akár elhiszitek nekem, akár nem, az egyik legjobb dolog, mert onnantól kezdve már soha nem lesz olyan az életed, mint eddig volt. És ez az egyszerű kis módszer, ez a bal klik helyett jobb klik, mit teremthetsz ezzel a következő egy évben, ha csak naponta egyszer ezt választod? Na, mielőtt itt, azt sem tudom hol vagy, nem figyeltem, hogy jövök. Szóval remélem visszatalálok a helyre, mert ma indulok fel Pestre, aztán holnap Prágába. A lényeg, hogy örülök, hogy ma is mutathattam nektek valami újat, megint csak nem csak az előtérben, hanem a háttérben is. Majd írjátok meg, hogy tetszett ez az adás, szerintem tök jó lett. Illetve még egy dolog itt megjelent, hogy valaki írta a múltkor, hogy én coach vagyok. Szóval, aki jó, ezt csak azért mondom, hogy aki új, akár először hallgatja ezt az epizódot, meg úgy mindenki másnak, hogy tényleg ez egyértelmű legyen, mert még nem beszéltem erről. Én nem vagyok coach, nem vagyok orvos, nem vagyok pszichológus, nem vagyok mentálhigiéniés szakember. Lehet nem is jól mondtam, kilátjátok. Nem vagyok gyógyító. Okay? Szóval én azért hoztam létre a folyamatot, hogy egy lehetőséget mutassak arra, hogyan emelheted magadat a saját erődbe, pont. Az, hogy ott mit hozhatsz létre, milyen változásokat, magadat hogyan gyógyíthatod meg, az már a te választásod, de én nem vagyok coach. Jó? Talán, hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kéne valami nevet adni ennek az egésznek, hogy én mit csinálok, akkor azt mondanám, hogy az, hogy segítek az embereket az erejükbe emelni, vagy nem is tudom ezt, hogy mondom pontosan, facilitálásnak nevezném. Tehát szerintem ehhez a legközelebbi megfogalmazás a facilitálás, talán ezt mondanám. Úgyhogy ezt csak amiatt mondom, mert hogy tényleg egyértelmű legyen ez. Úgyhogy igen, írjátok meg, hogy tetszett ez az adás. Nagyon örülök, hogy készülhetett. És a következő adásban pedig ismét egy izgalmas helyről fogok bejelentkezni. Szerintem már egy teljesen más Gáborként, úgyhogy legyen szuper napotok. Napsütéssel kívánok nektek ragyogó, csodás napot, és találkozunk a következő adásban. Ciao!